Legalább egy kurva posztot adhattatok volna az árnyék kormányba nekem. Gyurcsány úr! Üdvözlöm, hova vihetem? Ösödre! Megünneplem a beszédem évfordulóját. Így egyedül. Egy kurva jó beszéd volt. Ezt az árnyék kormányzást hogy kell elképzelni? Nézze! Az árnyék kormányzás olyan, mint a léggitározás. Maga a produkció elszeveszettül jól néz ki. De igazából kurvára nem tudsz gitározni. Ami a kisiskolás színjátszókör. Eljátsszuk, hogy mi lenne, ha mi lennénk hatalmad. Vannak egyébként támogatóik? Nézze, nem is kevesen. A DK szavazói zömmel az a korosztály, akik már úgyis elfelejtették, hogy mi volt 2006-ban. És megkérdezhetem, hogy miért pont a Varjú László lett a rezsiügyi miniszter? Nézze, biztos sokan emlékeznek rá, amikor beszabadultunk az MTVA-ban, ott tüntettünk. Igen. A Varjú Laci ott fetrengett, csúszott, mászott a padlón. Sokan azt mondták, hogy színészkedik, hogy túljátsza. Valójában csak a padlófűtést ellenőrizte. Én már akkor tudtam, hogy ő lesz a legjobb rezsügyi miniszter. Varjú Laci egy hős. Van az a Gréci Zsolt nevű figura, azt nem rakták meg valami miniszternek? Na igen, a Gréci Zsolti. Az az igazság, hogy kedves figura, de nem volt szükségünk maszturbációs ügyi miniszterre. Meg a Zsoltinak már amúgy is mindenki ismeri az árnyékát. Miért pont a Vadai Ágnes lett a gónvédelmi miniszter? Na igen, Ági. Igen, igen. Már a kormányomban annak idején, mint honvédelmi államtitkár, bizonyította rátermettségét, hogy milyen eszes lány. Amikor is leépítette a haderőt, eladta a honvédség fegyvereit. Hát pofon egyszerű a képlet. Nincs haderő, nincsen háború. Béke van. Ági a béke pártján. Na de csávókám, hagyjuk a fenébe a politikát. Én azt mondom, ígyunk egyet. Körte vagy Szilva? Ha megőrült. Hát én vezetek. A vezetés közben nem iszom. Na és aztán. Én is ittam. Pedig én egy országot vezettem. Mit csinál? Gyakorlom az árnyék kormányzást. Hív a Klári. Egy posztot nem tudtatok nekem adni az árnyék kormányban. Te ugyanúgy ott vagy, Feri, csak az árnyékból irányítasz. Ki akarok lépni végre a fényre, hogy irányítsam ezt a kurva országot? Ne duzzogj, Feri! Hát hogy ne duzzognék? Egy posztot nem adtatok nekem. Még az árnyék kormányinfót sem tarthatom meg. Személyed garantált az újabb Fidesz kétharmadra. Ezért nem akarjuk. Gyere haza! Na most te kurtad el, Klári! És a Gyurcsány úr amúgy milyen posztot akart volna magának? Hát nézze! Arra gondoltam, hogy minimum lesz belőlem egy árnyék főispán. Én az árnyék kormány árnyékának vagyok az árnyéka. Hát akkor már értem, hogy az Orbán miért mondta, hogy 2060-ig marad a Fidesz. Na, megérkeztünk közbe. Akkor mondom, mennyi lesz a tarifa. Látja ott azt? Mit, az árnyékát? Őt. Na majd ő kifizeti. Az árnyékom. Hát te szórakozzunk. Hát, hello!